A kormány december közepétől teszi lehetővé hazánkban, hogy az 5 és 12 év közötti gyermekek is megkaphassák a koronavírus elleni védőoltást. Rusvai Miklós virológus első körben azon fiataloknak ajánlja a vakcina felvételét, akik a rizikófaktorba tartoznak. Ne felejtsük el, hogy vannak súlyos problémákkal élő gyerekek, cukorbetegség, magas vérnyomás, keringési problémák, nagy súlyfelesleg. Az ő számukra mindenképpen ajánlott minél előbb a vakcina felvétele. Én még a gyermekorvosokkal mindenképpen tanácskoznék a szülők helyében, hallgatnék az ő tanácsukra. Én, mint virológus, egyelőre csak amerikai adatok alapján tudom azt mondani, hogy a gyermekekben a vakcina jó védőhatású. Bár eddig még nagyon korlátozottan állnak rendelkezésre adatok a fiatalok fertőzöttségével kapcsolatban, amerikai felmérések azt bizonyítják, hogy a gyermekek körében is terjed a súlyos szövődményekkel járó COVID. Sajnos azt kell mondanom, hogy én legutóbb a Heinpál gyermekkórház osztályos orvosának a nyilatkozatát hallottam, ami nem volt túl biztató, tehát ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy előbb-utóbb valóban a gyermekek számára is kifejezetten ajánlható és ajánlott lesz ennek a védőoltásnak a felvétele. Én várnék még egy-másfél hónapot, és figyelemmel kísérném a napvilágra kerülő információkat. A gyermekvakcinát igénylő házi gyermekorvosok is fognak kapni a jövő héten Magyarországra érkező Pfizer rakományból. Az első szállítmány várhatóan 69 000 gyermek oltását teszi lehetővé december 15-től.